központi nyomozó főügyészség az egyetlen olyan főügyészség, amelynek nemzetközi osztálya van, amire az ügyészségi nyomozások egyre sokrétűbb, szerteágazóbb és nemzetközi elemmel is rendelkező volt, amiatt van szükség. A legtipikusabb nemzetközi nyomozásaink a határátkelő helyeken elkövetett nagy vesztegetési ügyek, vagy amikor rendőrök külföldi autósoktól, kamionosoktól fogadnak el jogtalan előnyt, vagy például a kerítésnél elkövetett bűncselekmények. Egyre gyakoribb azonban az is, hogy más, sima nyomozásoknál is szükség lesz igazságügyi együttműködésre, mert például külföldön tartózkodó gyanúsítottat vagy tanút kell az ügyben kihallgatni, külföldi bankszámlát kell befagyasztani, iratot kell esetleg más országból beszerezni, vagy fedett nyomozó alkalmazásáról kell egyeztetni. Nem csak a központi nyomozó főügyészség ügyészei vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy a nemzetközi osztálytól a nyomozásaikban segítséget kapnak, hanem az ország bármelyik ügyészségének az ügyésze fordulhat ehhez az osztályhoz, ugyanis a legfőbb ügyész úr kijelölése alapján az osztályvezető egyben az Európai Igazságügyi Hálózat kontaktpontja. Ez a hálózat egy igazságügyi együttműködés, Európa legtöbb országában rendelkeznek kapcsolattartókkal, akik személyesen ismerik egymást, találkoznak, segítik egymást az ügyeikben, és ezen a platformon keresztül mindenféle felesleges időveszteség nélkül gyorsan, hatékonyan lehet a nemzetközi vonatkozású ügyeket intézni. Nyomozóügyészek a nyomozásnál eljutnak egy olyan részhez, ahol nemzetközi szál jelenik meg, akkor fordulhatnak a nemzetközi osztályhoz, és a nemzetközi osztály segíti őket a jogsegélykérelemnek a szerkesztésében, fordításában, abban, hogy hová, melyik külföldi hatósághoz kell címezni a jogsegélykérelmet, és természetesen már előre felveszük a kapcsolatot a külföldi társhatóságokkal, hogy a kérelmünknek a végrehajtása a lehető leggyorsabb legyen. A Eurojust-tal szoros kooperációban áll a nemzetközi osztály, illetve az Európai Igazságügyi Hálózatnak a kapcsolattartója, így hogyha egy ügyben felmerül annak szükségessége, hogy a Eurojust-ot kell bevonni, akkor az eljáró ügyésznek segítünk a Eurojust-tal való kapcsolatfelvételben és a kapcsolattartásban. Hogyha külföldről érkezik megkeresés, akkor az is az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartójához fut be, aki az ország bármelyik ügyészével így e-mailen felveszi a kapcsolatot, és hogyha bármilyen problémát tisztázni kell, segítségre, konzultációra van szükség, akkor segít a prompt asszisztencia megadásában. Németország, Románia, Szlovákia, ezekkel az országokkal van a leggyakoribb, legsűrűbb munkakapcsolatunk, és oda-vissza jól működő kölcsönös együttműködés van köztünk.